Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé a maja naptár szerint augusztus 23-án. Ez a maja naptár, ez 20 hullámból áll. Ezek rezgéseket, frekvenciát jelentenek. A mai nap a 8. hullámhoz tartozik. Ez alatt a 8. hullám alatt ebb uralkodik. Ebb annyit jelent, egy út, egy új kezdet, vagy egy kiút. A mai nap tehát augusztus 23-a ik hatása alatt áll. Ik levegőt jelent, vagy egy szellőt, de azt is jelenti a légzésünket is, és mivel itt levegőről van szó, könnyűségről van szó, itt érezzük az éter hatását, és ez egy finom energiamező, ami összeköt most bennünket a Plejádokkal, Alkionéval. Alkioné az a központi nap a Plejádoknál, lefordítva egy királynőt jelent. Egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkionét összehasonlíthatjuk a meséből ismert Holle anyóval. Tehát egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, érezzük Holle anyó szeretetét, de mi döntünk, hogy hiszünk-e ebben, vagy sem. De visszatérve a mai napra, ez nem csak levegőt jelent, és nem csak azt, hogy fellélegezhetünk, hanem utal beszélgetésekre, kommunikációra, vagy egy jó hírre. Ami még fontos, hogy figyeljünk oda a gondolatainkra, milyen ötleteink vannak, hogy tudnánk ezt megvalósítani. Ma tervezhetünk egy új kezdetet. És ez volt a felvételem, egy bepillantás a maja naptárba. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé a maja naptár szerint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!